Készülnek a tavaszi rohamra, az egyik győri gumiszervizben különböző márkájú és méretű gumiabroncsokkal várják a vevőket. A jó idő beköszöntével ugyanis egyre többen döntenek úgy, hogy a téli gumit nyárira cserélik. A szakemberek egyébként azt tanácsolják, csak akkor váltsunk, ha a hőmérséklet tartósan 7 Celsius fok fölött van. Csak akkor cserélik, amikor mi is javasoljuk nekik, úgyhogy jelen pillanatban mi is várjuk a jobb időt. Az erőjelzések azt mutatják, hogy jövő héttől már tartósan 7 fok fölött lesz a hőmérséklet. A nagy roham várhatóan a jövő héten kezdődik el. A gumis szakemberek egyébként azt mondják, több okból sem érdemes elsietni a gumiváltást. A mínuszfokoknál a nyári gumi az szinte jégként üzemel a kocsikon, és nagyon csúszásveszélyes. Ezért szoktuk mindig azt javasolni, hogy várják, mert hogyha a balesetet okoznak a nyári gumival a mínuszfokokba, akkor a biztosító sajnos ezt nem úgy fogja honorálni, tehát nem fogja kifizetni a kárt. Ezért aztán a legtöbben nem is kockáztatnak. Stábunk is szinte csak olyan autóssal találkozott, aki még téli gumival közlekedik. Sokat járok reggel és éjszaka, és akkor még elég hideg van. És akkor ugye jobban tapad a téli. Hát az időjárás véget döntöttem, mert volt egy időszak, mikor április közepén is csoda idő volt, és még ráérek lecserélni. A szakemberek azt mondják, hogy az 5 évnél idősebb abroncsokat mindenképpen érdemes lecserélni, hiszen ezeknek a minősége már nem megfelelő, és használatuk sok esetben balesethez is vezethet.